Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az aktuális szerelmi energia. Mi megtekintjük azt, hogy hogy gondol rád, mi a terve, hogy érzi magát, mit fog tenni, hogy viszonyulj hozzá, hogyan tovább. Mi az aktuális szerelmi energia, ami mindig akkor érezhető, amikor te ezt a videót megtekinted. És kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a kártyák. A klasszikus Lenormand kártyán itt, amikor erről a képről van szó, mindig egy férfi látható. Egy férfi ezen a lovon. Ennél a kártyánál viszont itt egy hölgy látható. Megmondom őszintén, ez engem kicsit zavar. De megpróbálom a kártyát úgy magyarázni, ahogy a kép mutatja. Itt én nem úgy értelmezem, hogy itt egy hölgyről vagy egy férfiről van szó, hanem általánosságban akkor nekem ez a kártya a mozgást jelenti. Amikor előre mennek a dolgok, vagy ő irányítja ezeket, vagy te irányítod, azon kívül jelent mindent, ami mozog. Ez lehet sport, vagy autó, vagy kirándulás, vagy változások. És milyen irányba mennek az események? Itt látható az, hogy mennyire fontos a biztonság érzete, ahol úgy gondoljátok, igen, most odaérkeztem, itt le tudok horgonyozni. Ez kihat a családi kapcsolatra, ez kihat a párkapcsolatra, ez kihat a lakhelyre. Amit ez a horgony még jelent, ez a munka és a hivatás. És a kártyák azt is jelenthetik, hogy lesznek munkahelyi változások. Itt az utak jelentik a döntéseket. Amikor elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, balra vagy jobbra, itt van két ajtó, két lehetőség, és e közül tudtok választani. Vagy a munkát illetően két ajánlat, vagy két terület, ami most úgy foglalkoztat benneteket. Az egyik lehet a hivatás, a másik pedig lehet a párkapcsolat. Itt megjelenik a ravasz róka, az jelentheti azt, hogy valaki figyeli azt, hogy mit, hogyan fogsz dönteni, vagy hogy ő hogy fog dönteni, de a ravasz róka óvhat bennünket az utaknál, hogy figyeljünk oda, hogy milyen döntéseket hozzunk, mert előfordulhat, hogy lesz egy rossz döntés, egy rossz út, ahol majd haladnunk kell, tehát inkább figyeljük először az eseményeket, és nem szabad elsietni a dolgokat. Itt látható ezen a képen, illetve most én vagyok látható, de visszakapcsolok majd a kártyákra. Tehát látható a képen ez a gyermek, igen, itt mutatom a gyermeket, és az jelent egy új kezdetet, jelenthet ártatlanságot, de azt is, hogy döntéseknél most óvatosnak kell lennünk, nem szabad olyan naívan elgondolkozni a dolgokon, mert előfordulhat, hogy itt az utaknál akkor rossz döntéseket hozunk. Lehet, hogy valaki ígérget valamit, de nem szabad hinni a szavaiban.
Itt a nap megvilágítja az utakat, tehát légy kicsit türelmes, és ez a türelem rózsát terem, illetve a napot jelenti, ami majd megvilágítja a munkahelyi helyzetet, megvilágítja az életutakat, a döntéseket, és akkor láthatóvá tesz valamit. Az is lehet, hogy van egy hamis személy a háttérben, és a nap ezt láthatóvá teszi, rájössz arra, hogy ki ez a személy, mit akar tőled. Az is lehet, hogy ez a hamisság az ő környezetében van. Amit a nap még jelent, a vonzalmat kettőtök között, vagy a nyári hónapokban itt egy új kezdetet, és akkor előre mennek, mozognak az események. Itt a kutya jelenti a barátságokat is. Az is lehet, hogy ez a hamisság a baráti kört, az ismerősöket illeti, azért légy kicsit óvatos, különösen, amikor döntésekről van szó, nehogy valaki beleavatkozon a dolgaidba, és rossz útra tereljen téged, amit te később megbánsz. Itt a felhő jelent valami jót, valami rosszat, meg lesz a biztonság érzete, a sikerek, egy új kezdet, döntések, egy stabil párkapcsolat, vagy egy új irány a munkát illetően, ez nagyon jó. Itt mutatja a fehér szín, itt a felhőn. Ami viszont olyan szürke, hogy van hamisság itt a háttérben, vagy hamis barátok, hamis ismerősök, akik megpróbálnak téged, vagy őt a jó útról elterelni. Ez a felhő jelent olyan dolgokat is, ami jelenleg még kicsit átláthatatlan, ezért légy még türelmes, mielőtt itt fontos döntéseket hozol, különösen ami a munkát illeti. Itt megjelenik a gyűrű, és itt ez a gyűrű jelent kapcsolatokat. Azt is jelentheti, hogy valaki vagy valami visszatér hozzád a múltból, és akkor a felhő fél évet jelent. Mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény, vagy ez a személy visszatér hozzád. És akkor itt tisztázódik valami, ezt mutatja itt a nap. A múltban valami még átláthatatlan volt, de a nap megvilágítja ezeket a dolgokat, lehet tisztázni ezeket az eseményeket. Amit a gyűrű még jelenthet, bizonyos szerződések. Itt látható a park, és jelenti a nyilvánosságot, a sikereket, hogy mások észrevesznek téged, vagy őt. Az is lehet, hogy valami kiderül a nyilvánosságon, kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, és itt lesznek ezek a fontos döntések. A park jelenthet olyan dolgokat is, ami kiderül a nyilvánosságon. Tehát ha vannak nálad bizonyos titkok, akkor jobb, ha visszahúzódó vagy, nem beszélsz erről, mert a nap és a nyilvánosság jelentheti azt, hogy valaki ezt elmondja másoknak, a te titkaidat, és akkor ez kiderül a nyilvánosságon. Erre is utalhat itt ez a ravasz róka, hogy légy óvatos, ne légy olyan naív, mint itt ez a gyermek. És ez volt a szerelmi jóslás.
Ehhez hozzáfűzném azt is, hogy aktuálisan most egy nagyon szép szerelmi energia van, amiről beszámolok a mai videóban, és ez a Portál Nap videó. Ott ez a téma a szerelmi energia. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!